azt, amit mi szerettünk volna létrehozni, egy ilyen típusú éttermet, az sikerült. 2008-ban kezdtük el. A borsó sikerének a titka szerintem ez a családias légkör, amit kialakult. Ez egy elég speciális válfaja szerintem a vendéglátásnak. Mindenki csak irigyelni lehet, aki itt dolgozik. Akkor megfogott angolt, és mondom, jó, én ide behozom az önéletrajzomat, hát ha szerencsével járok. Petivel együtt kezdtük. Ez bizony 8 éve. Együtt vagyunk az öregek. 3 éve. Kerestem a helyet, ahol, amit magam én tudok érezni. Ősszel volt egy éve körülbelül. Több mint fél éve. Mindig próbáltam magam olyan emberekkel körülvenni, akik jobbak, mint én. Rám mindig számíthat a hely, ha nem vagyok itt, akkor is. Az ételeknek az elkészítése, tisztelete, ahogy hozzányúlunk az ételekhez, ez fontos. Nagyon kemény dolog a konyhán dolgozni. Nem tudnám csinálni azt, amit ők. Legtöbben tényleg azért jönnek ide, hogy egyenek egy jót. Ide úgy jár be az ember, mint hogyha hazajárna. Ezt próbálom én mindig elérni a saját vendégeimmel, hogy úgy kezeljenek engem, mint egy barátot. Egy idő után úgy kezded érezni magad, hogy a szomszéd asztallal is elkezdesz beszélgetni. Valami jót tudsz adni a vendégeknek, amitől elégedettek, és úgy mennek el, hogy kezet fognak veled. Szerintem a hallevesünk az zseniális. A vendégtől egy ölelés, egy puszi. Főnöktől a legjobb dolog? Ölelés. Szakítottál barátnőt előtt? Gyorsan terjednek a hírek. Otthon vagyok. Ide élményt szerezni jönnek az emberek. Össze-vissza beszélek. Kérdezi, anya, apa hol van? Mikor jön haza? Ez is motivál, hogy büszkék lehessenek rá. Mint ha kicsit ilyen második otthon lenne. Jó, csak most mindjárt bebőgöttem újra azt, hogy van. Jól tudunk egymással dolgozni, és jó a kedvés. Ez szerintem nem mellékes. Nem vagyok az az ostorral verős, szigorú, asztalcsapkodós főnök. Én inkább többször kérek, mint parancsolok. Tono, túl jó. Igen. Nekem ő a főnököm, ő a tulajdonos, de nekem olyan, mint egy barát. Sok mindent meg lehet vele beszélni, mindig hozzáfordulhatunk, hogyha nem tetszik valami. Megbízható, kiegyensúlyozott embert ismertem meg benne. Tono nagyon jó főnök. Nem vagyok egy kemény főnök. Ezért jó. Tonot, mert túl sokat dicsérem. Őszinteség. Közvetlenség. Családios. Nem tudom, ami nagyon frappánsat szeretnék ide a végére beszúrni. Minőségi. Barátságosság. Meleg. És szerethető. Izgulok. Szerelme a borsó szerintem. Igen, elindítanám újra 2008-ban.